Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a tévénézőket a Királyok első könyvének 8. fejezetéből a 41. verssel kezdődő szakasszal. Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogy a néped Izrael, és tudják meg, hogy rólad nevezték el ezt a házat, amelyet építettem. Az alapigében Salamon templom szentelési imádságának azt a részletét hallottuk, amikor arról prófétál a templom építő nagy király, hogy majd egyszer minden nemzet összegyűlik Isten imádására. Isten szeretetének közelében mindenki számára van hely, aki eljön, hogy halljon nagy nevéről, erős kezéről, kinyújtott karjáról, és imádkozzon. Akkor a legpompásabb templom épül fel ott. Nem az épületet kell nézni. Isten nem akart templomot, ezt tudjuk. Nem akart magának házat, pedig Dávid király már szerette volna megépíteni, mert szégyelte, hogy ő cédrus palotában lakik, Isten ládája pedig sátorlapok között tengődik, de Nátán prófétán keresztül Isten üzent Dávidnak, hogy nincs igénye erre, hogy Izrael egész megerősödése, vándorlása, honfoglalása alatt sem volt szüksége templomra, hogy a néppel legyen. Nem az a lényeges, hogy cédrus, kő vagy tégla a templom, a cél, hogy akár rajtunk keresztül is Isten szeretetének az evangéliuma mindenkihez eljusson. 2 hete, hogyha valaki otthon hallgatta a rádióban a vasárnapi istentiszteletet, akkor hallotta, hogy a Pest-Szentlőrinci evangélikus templomból, vagy más nevén az Élő Kövek templomából szólt a közvetítés. Nagyon tetszik nekem ez a név, mert megmutatja, hogy mi a templom igazi lényege, a Jézussal való közösség, a mi igazi templomunk. Salamon messze földről elzarándokló imádkozókról beszél. Aki messze földről jön, az azért vállalja a hosszú út viszontagságait, mert bízik abban, akihez jön. Ez a bizalom pedig abból fakad, hogy hallott Istenre tekintve nagy nevedről, erős kezedről, kinyújtott karodról. Jézus Krisztusban ez a 3 csodálatosan megvalósul. Az értünk bűnön, poklon, halálon győzedelmeskedő Úrról szól ez az örömhír. Salamon még csak ígéretet kapott, hogy majd lesz valamikor ilyen. Számunkra Jézusban már valóság, hogy az evangéliumra adott válaszként bizalom ébred az emberekben Isten iránt, és ennek a bizalomnak a kifejeződése az imádság. Amen.